Trösztellenes eljárás indul a Facebook ellen az Egyesült Államokban. A céget azzal vádolják, hogy illegális eszközöket alkalmazott, amikor felvásárolta kisebb versenytársait. A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság és több mint 45 állami ügyész azt akarja elérni a perrel, hogy a Facebook adja el az Instagramot és a Whatsappot. Az eljárásokat Leticia James, New Yorki főügyész jelentette be. A Facebook óriási mennyiségű adat és pénz felhasználásával összezúzta vagy akadályozta azokat a cégeket, amelyeket potenciális fenyegetésként azonosított. Korlátozták a fogyasztók választási lehetőségét, elfojtották az innovációt, és amerikaiak millióinak adataival éltek vissza, mondta a főügyész. Mark Zuckerberg, a Facebook vezérigazgatója korábban elismerte, hogy az Instagram a Facebook versenytársa volt, de a vállalat ragaszkodik ahhoz, hogy a vizsgált ügyleteket a szabályozók évekkel ezelőtt jóvá hagyták.